Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Sporteseményekben gazdag hétvége áll mögöttünk, amelynek legnagyobb sikerét mindenképpen a Temerint képviselő Nagy Arnold érte el, aki a hétvégén megnyerte a Nemzeti Vágta budapesti döntőjét. Most mutatjuk a finálé legizgalmasabb pillanatait, illetve hogy hogyan értékelte a döntőt maga a bajnok. Drámai döntőt láthatott a közönség a Nemzeti Vágta budapesti fináléjában, hiszen a futamon remekül rajtoló kétszeres bajnok Molnár Gyöngyi leesett lováról, így kiesett. A nagy zűrzavart kihasználva a Temerint képviselő Nagy Arnold mindenkit lehagyott, és bravúros győzelmet aratott a hősök terén. A vajdasági versenyző szerint nagyon nehéz volt megnyerni a finálét. Ez még erősebb volt, mint tavaly, ez erősebb futam volt, mert jó startot is vettem, meg minden, de erősebb lovak voltak idén benne, jobb, fölkészültebbek voltak benne ebbe. És startál volt egy olyan pillanat, mikor mondták a starterek, hogy visszastart, de aztán mentek tovább, én is így tovább mentem. Fogtam a lovam, de nem, előre akartam menni, de nem sikerült, és így tartalékoltam. És láttam, hogy a Gyöngy is a hölgy le fog esni, így inkább kihúztam, hogy nehogy még véletlenül letapossam, meg figyeltem rá, hogy még véletlenül se elém essen. És lovára is figyeltem, mert elég jó sedret forgott, és nehogy ő is akadályozzon engem, még én se a többieket, akik mellett mentem el, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó verseny volt. A 2018 leggyorsabb lovasa címet elnyert temerini versenyző a Nemzeti Vágta Vándordíját, egy 1848-as huszárszabját és 5 millió forintos jutalmat vetett át az ünnepélyes díjátadón. Fantázia hátára pedig győzelmi takarót terítettek. A huszár szabja idén került először a határon túlra, méghozzá Vajdaságba. Műsorunkat női labdarúgással folytatjuk, ugyanis Szabadkán bajnokok ligáját játszottak az elmúlt héten, a szabadkai Spartacus a Bayern München együttesét fogadta. Az idei szezonban is bravúros eredményt ért el a szabadkai Spartacus női labdarúgó csapata, hiszen az európai klubbelitben a bajnokok ligájában szerepelhetnek. A sorsolás azonban nem kedvezett a szabadkaiaknak, hiszen már az első körben a német vigász Bayern Münchennel kerültek össze. A 16 közé jutásért vívott párharc első mérkőzését Szabadkán játszották, amelyet a vendégek kezdtek jobban. Egy pontos beívelést követően Lewandowski már a 11. percben megszerezte a Bayern München vezető találatát. Az első félidőben Giroud kétszer is villant, így 3-0-ás német előnnyel mertek pihenőre a felek. A második játékrészben is a Bayern München irányított, és a mérkőzés végéig további 4 gólt lőttek, így végül fölényes 7-0-ás győzelmet arattak Szabadkán. A Szerbiában toronymagasan legjobb csapatként jegyzett Spartacus játékosainak ezúttal nem sok esélyük volt a pozitív eredmény kiharcolására. Körülbelül fel tudtunk rájuk készülni, de mégsem számítottunk ekkora letámadásra. Úgy éreztük, hogy a pályán mindenhol ott vannak, úgyhogy ez a csúp valóság. A szabadkai csapat edzője szerint a Bayern München akár a bajnokok ligáját is megnyerheti ebben a szezonban, hiszen a csapatot évek óta ugyanazok a játékosok alkotják, a befektetett munka pedig most ért be. Na próbáltam mnogo individualnih grešaka koje su doprinele da protivnik lako stvara te šanse. To je opet neki danak našem neiskustvu i možda ječna liga u kojoj mi igramo gde prosto nemamo takav pritiska kao što pravi Bayern, prosto oni su u tim okvirima iz vikenda u vikend. A Bayern München edzője szerint együttese ugyan esélyes a végső sikerre a BL-ben, de sok a jó csapat, ezért nem lesz könnyű elhódítani a serleget. We try to do step by step, so at the moment it's important that we won that game and really clear with 7-0 and then we play the home in Munich and yeah, of course we want to make it to the next round and maybe some more rounds, but you know, Champions League is a high level. If you see all the other teams in this season, yeah, many great clubs and teams, so let's see. A 16 közé jutásért vívott párharc visszavágóját kedden játsszák Münchenben. Műsorunkat továbbra is labdarúgással folytatjuk, egészen pontosan a szerbiai első ligával, ahol a hétvégén vajdasági derbit játszottak, a topolyai TSC a Becse együttesét fogadta. A
hazai pályán játszó TSC és a vendég óbecsei labdarúgók is győzelmi kényszerrel léptek pályára a szerb első liga hétvégi fordulójában, hiszen a topolyaiaknak a vártnál gyengében sikerült a bajnoki rajt, a vendégek pedig egy három forduló óta tartó vereségi sorozatot szerettek volna megszakítani. A mérkőzés első percei a hazaiak fölényével telt, ami gyorsan eredményt is hozott magával. A 15. percben Filip Arsenijevic szerezte meg a topolyai vezetést. Az első félidőben több találat nem született, így minimális topolyai előnnyel mertek pihenőre a felek. A fordulást követően az óbecseiek jóval agresszívebb játékba kezdtek, ami végül a mérkőzés 68. percében gólt is eredményezett számukra. A döntetlen eredmény azonban nem sokáig volt aktuális. Vladimir Szilágyi a mérkőzés 77. percében megszerezte a topolyai együttes második, egyben győzelmet érő gólját. A TST szezonbeli második sikerét könyvelhette el. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon, nagyon nehéz mérkőzés volt. Ami gólt kaptunk, az azt hiszem, hogy rosszul ítélte meg a bíró, nekünk lett volna faul, nem pedig nekik. De hát így összesen azt hiszem, hogy jobbak voltunk. Igaz, nekik volt egy kapufájuk, de egész végig próbáltak kontrára játszani. Nem igazán jött össze nekik, és hát megérdemelten nyertek. Szabó Zoltán, a topolyai TSC edzője úgy véli, csapata némileg elvesztette önbizalmát az Indiától elszenvedett 4-0-ás vereség után, de ez a győzelem szerintem most újra motiválja majd a játékosokat. Csak a győzelem volt ma fontos, meglett, játékkal nem vagyok annyira megelégedett, jobban kell játszani, sok eladott labdánk volt, játékosoknak nagyobb önbizalom kell, hogy legyen, főképpen azért, mert tapasztalt csapat vagyunk, de remélem ez a győzelem hoz egy kis önbizalmat is, és a következő mérkőzéseken még jobb játékkal fogunk produkálni. Az óbecsei csapat edzője szerint annak ellenére, hogy előfordultak mulasztások, együttesének nyernie kellett volna ezen a mérkőzésen. Ponovno se dešavaju neke greške iz prethodne utakmice, praktično iz dva šuta u okvir gola, primili smo dva gola. Ali opet raduje me s druge strane igra i borbenost, pre svega pristup utakmici, jer je to izostalo na prošloj utakmici i znamo kako se to završilo na prošloj utakmici. Tako da treba da nastavimo u ovom smeru što se tiče same utakmice, odnosno pristupa. Az eddig 9 pontot begyűjtő topolyai TST győzelmével felzárkózott az élmezőnyhöz, az óbecseiek pedig 2 győzelem és 5 vereség mellett a táblázat alsóházában foglalnak helyet. A bajnokság következő fordulójában a topolyai kékfehérek a Krusevácsi Trajál együttesénél vendégszerepelnek, az óbecseiek pedig a listavezető Indiához látogatnak. Most pedig nézzük, hogy milyen eredmények születtek a hétvégén a magyar, illetve a szerb labdarúgó első osztályban, illetve a hazai alacsonyabb rangú labdarúgó bajnokságokban. A magyar első osztályban tovább szárnyal a Ferencváros, a hétvégi forduló eredményei a következők. Kisvárda haladás 4-1, Mezőkövesd Diósgyőr 4-2, Paks MTK Budapest 3-0, Puskás Akadémia Molvidi 2-1, Újpest Debrecen 1-0 és Budapest Honvéd Ferencváros 0-1. A bajnokságot a 20 pontos Ferencváros vezeti, a 16 pontos Budapest Honvéd és a 13 pontos MTK előtt. A szerbiai szuperligában 5. vereségét szenvedte el a Spartacus labdarúgó csapata, a kék galambok tegnap a Napredek együttesétől szenvedtek vereséget. A forduló eredményei a következők: Vrányai Dinamo Rád 0-1, Sabaci Mácsva Zemun 0-2, Palánkai Bácska Lucsani Mladosz szintén 0-2, Újvidéki Proleter Partizán 0-1, Crvena Zvezda Szurdulicai Rádnik 6-0, Nisi Rádnicski Vojvodina 1-0, Vosdovác Csukaricski 1-3 és Spartacus Napredak 0-1. A mezőnyt a 21 pontos Crvena Zvezda vezeti, második a Nisi Rádnicski 17, harmadik a Partizán 16 ponttal. A Vojvodina a 9., a Proleter a 10., a Bácska a 13., a Spartacus pedig a 14. helyen áll. A topolyai TSC Arsenijevic és Szilágyi góljaival 2-1-re legyőzte a Becsét az első liga 7. fordulójának vajdasági rangadóján. Ezzel a 3 ponttal a topolyai csapat feljött a táblázat 8. helyére. A ligát az India vezeti, a Csajetinai Zlatibor és a belgrádi Szingyelik előtt. A második liga északi csoportjában újabb vereséget szenvedett idegenben a szabadkai Bácska. A forduló eredményei a következők: Pancsovai Zselezničár Belcsényi Cement 0-0, Nagybecskereki Rádnicski Újvidéki Kábel szintén 0-0, Versec Újbánovci Omladinac 0-1, Szent Tamás Torontál Szigeti Bórác 2-1,
Járaki Mladost Ubánovci Dunáv 3-2, Cselarevói CSKA Pivara Újvidéki Crna Zvezda 0-1, Pancsovai Dinamo Szabadkai Bácska 2-1, Újpazovai Rádnicski Kulai Hajduk 0-2 és Mitrovicai Rádnicski Bácsszent Iváni Brasztvo 1-1. Mezőnyt a 13 pontos Kulai Hajduk vezeti, második a Dinamo, harmadik a Pancsovai Zselezničár. A Vajdasági Liga északi csoportjában otthon tartotta a pontokat a Bajsa és a Tisza is, a forduló eredményei a következők. Bajsa Turjai Mladost 2-0, Zombori Rádnicski Pacséri Bácska 3-1, UFK Verbász Tavankút szintén 3-1, Petrőci Mladost Csonopjai Szloga 0-1, Bácsordasi Polett Cservenka 3-2, Mladenovói Buducsnost Kócsági Textilác 0-0, Adorjáni Tisza Zombori Rádnicski 3-1 és Apatini Mladost Szilbereki BSK 4-3. Első a Zombori Rádnicski 15 ponttal, második a Tisza 13 ponttal, a harmadik helyen a 12 pontos Csonopja áll. A szabadkai körzeti ligában a Vinogradár 6 gólt lőtt a Pannónia hálójába, a forduló eredményei a következők. Feketicsi Jadrán Nádaljai Napredák 1-2, Kucorai Iskra Kiskéri Szutyeszka 1-4, Bajmoki Rádnicski Zenta 2-0, Újsóvei Proleter Nyegosévói Proleter 5-2, Törökkanizsai Obilic Tisza Szent Miklósi Szloga 1-3, Újzsednéki Preporod Bácsföldvári Vojvodina 0-0, Hajdújárási Vinogradár Pannónia 6-0 és Györgyén Szeghegyi Nyegos 0-0. Első a bajmoki Rádnicski, második az Újsóvé Proleter 13-13 ponttal, a Kiskéri Szutyeszka 10 ponttal a harmadik helyen áll. A Tiszamenti Liga 5. fordulójában az Adai AFK nem bírt a Podlokányi Hajdukkal, a forduló eredményei a következők. Adai AFK Podlokányi Hajduk 0-0, Gyálai Granicsár Tornyos 0-4, Horgos Szervkeresztúri Jedinstvo 4-0, Szanádi Jadrán Magyar Kanizsai Potiszje 0-4, Csóka Padéi Tisza 3-1, Majdányi Tromegya Oroszlámosi Szlávia 0-2 és Martonosi Jedinstvo Moholi Bácska 1-3. Az oromi sampion szabad volt a hétvégén. A mezőnyt a 12 pontos Moholi Bácska vezeti, de ennyi pontja van a második Csókának is, a Magyar Kanizsai Potiszje 11 ponttal a harmadik. A Szabadkai Városi Liga rangadóján a Lokomotíva 3-0-ra nyert az Elektro Vojvodina pályáján, a többi eredménye következő. Srednik Hajduk 2-0, Szolid Bikovó 2-1 és Palics OFK Mála Boszna 1-3. A Csantavér Udárnik mérkőzést a Visnyavácia kérésére elhalasztották. A ligát a 7 pontos Mála Boszna vezeti, az egyaránt 6 pontos Udárnik és Lokomotíva előtt. Műsorunkat küzdősporttal folytatjuk, ugyanis a hétvégén Szabadkán tartották a második szerbiai birkózókupát. Fokhíjas volt a mezőny a második Szerbia kupán, ugyanis a birkózó válogatott tagjai jelenleg edzőtáborban készülnek a világbajnokságra, amelyet október végén Budapesten tartanak. A tornán megjelent birkózók azonban kemény párharcokat vívtak. A szabadkai Spartakuszt erősítő Tóth Olivér 87 kg-ban nem talált legyőzőre, így magabiztos versenyzéssel lett aranyérmes. Először vezettem, de utána nagyon rossz helyzetbe kerültem, és nem voltam biztos benne, hogy sikerülni fog, de valahogy az utolsó pillanatban sikerült egy jó fogást dobnom, és így végül betusoltam az ellenfelet, és nyertem. Milyen formában érzed most magadat, és hogyan készülsz a bajnokságra? Hát most per pillanat nem vagyok a legjobb formában, mert meg voltam fázva egy pár hétig, de most már jobban vagyok, ahogy elmúlik a megfázás, akkor készülök a bajnokságra. A Szerbia kupán Csikós Norbert is kiválóan birkózott, a Spartakus versenyzője 77 kg-ban minden ellenfelét legyőzte. Mai napon 3 mérkőzésem volt, mind a 3-at elég fölényesen nyertem. Hát igazából egy komolyabb meccsem volt, azt inkább technikailag és észben nyertem meg, mint fizikailag. Szóval meg vagyok elégedve a mai teljesítményemmel, fel is vagyok készülve, és tovább készülök ugye a liga időszakra, ami novemberben kezdődik. A Szabadkán megszervezett kupára a magyar kanizsai Petrovics Dejan is jó formában érkezett. A Potiszje birkózója a 60 kg-osok mezőnyében aranyéremmel zárt. A jó szereplést a jövőben is folytatni szeretné. Itthon készültem erre a tornára is, a elkövetkező meccsekre, majd mi is a ligára is. Felkészültnek érzem magam őszintén, de van még mit csiszolni. Még egy pár edzés azért hiányzik, hogy kondiba jöjjek, és továbbra is remélem, hogy ugyanezt a formát fogom hozni versenyeken is, az aranyérmet, hisz ez a cél. A szabadkai Spartakuszt irányító Stoján Stefanek szerint a tornára ugyan kevesebb versenyző érkezett, mint korábban, jó meccsekből és érmekből azonban nem volt hiány. 22 ember edzőtáborban vannak Bulgáriában.
és annyi is versenyző hiányzik itten, de meg vagyok elégedve. Ez, ami maradt Spartakuszban, azért mert 7 válogatott van, most ami maradt, 5 első helyet szerzettünk, és első leszünk a kupában. A második Szerbia kupa csapatversenyét 202 ponttal a szabadkai Spartakusz nyerte, a 117 pontot begyűjtő belgrádi Partizán és a 102 pontos szintén fővárosi Radnički előtt. Műsorunkat Asztali tenisszel folytatjuk, ugyanis nem sokára rajtól a Superliga, Temerinben egy 8-as tornán készültek a bajnokság résztvevői. A szervezők szerint a temerini első Pető László kupa egész Szerbiában a legrangosabb torna a felnőtt férfi mezőnyben, hiszen a 10 szuperligás csapat közül jelen volt 7, valamint az első ligában szereplő Nisi Železničar, amely az egyik fő esélyes, hogy a soron következő szezonban kiharcolja a feljutást. A hazai Temerin mellett a tornán részt vett még a címvédő Banát, a bajnoki címre esélyes újvidéki Radnički, a szabadkai Spartakusz, a Palánka, a Pozsarevác és a nagybecskereki Stenes, valamint az említett Železničar. Az ötlet onni teret, hogy ezeknek a kitűnő játékosoknak a liga kezdet előtt kevés lehetőségük van komolyabb mérkőzéseket játszani, és így jött az ötlet, hogy csinálunk Temerinbe egy Pető László kupa elnevezésű versenyt a klubok közösségének a szervezésében. A két belgrádi csapat, a Partizan és a Crvena Zvezda, valamint az Ada maradt távol erről a versenyről. A címvédő Banát mellett az idén az újonc újvidéki Radnički a főesélyes a bajnoki címre, mivel Borcsicshoz és Strepulyánhoz csatlakozott Ivor Kátics is, aki tavaly az Adát erősítette. Mi most eljöttünk ide, hogy meglássuk, hogy jelenleg hol vagyunk, milyen a helyzet, milyen a csapat összeállítása, és hogy mennyit bírunk teljesíteni jelenleg. Persze itt vannak a legjobb csapatok, mi azt várjuk, hogy Bánáttal egy döntőt játszunk, hogy megnézzük, hogy mennyire vagyunk esélyesek jelenleg, és hogy mit kell változtatni. A temerini tornán elért eredmények alapján igenis esélyes lesz a Radnički a végső sikerre, hiszen a fináléban 3-1-re verte a Banátot. A harmadik helyet a temerin csapata szerezte meg, amely a bronzmérkőzésen a Palánkát múlta felül ugyanilyen eredménnyel. Nekünk a cél a bennmaradás lesz ugyanúgy, mint tavaly. Szerintem az idén majdnem úgy mondva két részre lesz osztva a liga, ami az erősséget illeti. Szerintem a Banát, a Zvezda és a Radnički biztos, hogy legalább egy 2 ponttal jobb, mint a többi csapat. Az összes többi csapat szerintem bárki bárkit megverhet, úgyhogy egy nagyon kiegyensúlyozott és érdekes bajnokság előtt állunk. Az idei bajnokság folyó hónap utolsó hétvégén rajtol a férfi és a női mezőnyben egyaránt. Kedves nézőink, ennyi volt már a Sporthétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, vagy pedig követhetnek minket a Facebookon is. Jövő hétfő délután is várjuk Önöket, tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra!